A nyíregyházi együttes a továbbra is sérült Szlovenszky Tibor nélkül fogadta a Salgótarján és az Ózd egyesüléséből létrejött riválisát. Az egyéni bajnokságon mutatott formák alapján a hazaiak bizakodva várhatták a mérkőzést, ami az első kör után döntetlenre állt. A középső sorban előnyt szereztek a vendégek, de az NTK utolsó párosa nagyszerűen játszott, így végül 3421 fát ütve a nyíregyháziak 5-3-ra megnyerték a találkozót. Az első sorban nagyon fontos volt, hogy a Magyar Ősi Péter jó játékkal megszerezte a fontos csapatpontot, míg mellette a Kastura Zsolt szintén a szezon egyik legjobb játékát produkálva mégis elhulajtotta 3 fával csupán a csapatpontot, és a középső sorban jó magamnak a vendégek legjobbja jutott, ahol nem sikerült pontot szereznem, míg mellettem a Ráski Jánosnak komoly pontszerzési lehetősége volt, és szintén 3 fával maradt alul a vendégekkel szemben, és azt lehet mondani, hogy ekkor egy kicsit izgalmassá tettük a saját mérkőzésünket. Azonban a zárósorban fellépő Hakker Dezső Szegő Levente párosunk olyannyira villámrajtot vett, hogy abszolút letaglózta az ellenfelét, és hogy hozzáteszem, hogy a Hakker Dezső 617 fás teljesítményére már nagyon régóta nem emlékszek, hogy hazai pályán mikor dobott ilyen kiválót, úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy a zárósorunk az abszolút bedarálta az ellenfelet. A nyíregyházi csapat az előre nem kalkulált, csak remélt győzelemmel nagy lépést tett a legmagasabb osztályban való bennmaradás felé. Félig meddig már úgy érzem, hogy a jövő évi szuperligás tagságunkat megváltottuk ezzel a győzelmünkkel, de még hátra van a mostani hétvégén jön a Kaposvár, az a Kaposvár, akit még soha, de soha nem sikerült legyőzni sem idegenben, sem hazai pályán szuperligás mérkőzésen, úgyhogy mindenképpen revansot szeretnénk már végre venni rajtuk, és nagyon szeretnénk újabb 2 ponttal gyarapítani a pontjaink számát, amivel azt lehet mondani, hogy az abszolút középmezőnybe röpülne a csapat. A szuperliga tabelláját 18 fordulót követően a Szeged vezeti 34 ponttal, megelőzve az egyaránt 33 pontos Lépcalakot és Zalaegerszeget. A nyíregyházi Tekeklub 11 ponttal a 9. helyen áll a 12 csapatot számláló mezőnyben.